Sziasztok, ez itt egy előkészületben adás, ugyanis ezen a hétvégén a Rome 2 Total War, miközben az Emperor Edition, amelyben minden DLC-n kis kiegészítő, meg új népek beletartoznak, ingyenesen játszhat, az gondoltam gyorsan kipróbálom, amennyi kis időm is van, de legalább ki tudom próbálni. Ó, látom, hogy Twitch lehetősége is van, mindjárt lehet Twitch-elni. Élőben föl lehet nyomni játék videót az interneten. No, hát... Nézzük egy pillanatra itt a grafikai lehetőség, úgy látom, nem változtam. Ugyanaz, mint volt. Az anyagokat szoktam levinni indie médiumra, csak horrorba szoktam általában. Defog field az nem annyira kör. Ta-ta-ta-ta-ta. And it's size large. Lehet, hogy grass-t is levisztem médiumra. De marad itt. Jó. Megnézzük ezt a benchmarkot. Nem tudom megnézni, hoppá. Na, akkor ezt nem igazán értem rá, de azért loadolni lehet. Na mindegy, nézzük tovább a játékot. Menjünk prológusra. Campaign. Akkor először van egy battle tutorial, kapu a városának ostroma. Utána van egy kampány tutorial, ha jól láttam, majd így a kettő keveréke. Az egyébként egyáltalán nem árt a Rome 2-ben, hiszen úgy tudom, eléggé megváltoztatták a Rome 1-hez képest a játékot olyan szempontból, hogy a menedzselések az előfelület lehetőségek tárhoz változott és bővült. Alapvető elemek persze megmaradtak, de nagyon sok újdonság van a Rome 2 Total War-ban, tehát ez tényleg egy folytatásnak érződik, azért ezt ilyen szempontból pozitívnak is nézhetjük. Hiszen egy igazi folytatás mer jól változtatni. Az kérdés, hogy ez most jól sikerült-e vagy sem, az majd kiderül. De az azért egy folytatásnál jó, hogyha érzik is, hogy az folytatás és nem csak egy rókabő. Ennél a játéknál ez mindenképp így van. Mondjuk szerintem a zenékben azért jobb volt így első néhány percben a meglátás, hogy a menüzene, meg most amit hallunk. Nem rossz zenék ezek, így a tipikus ókori hatást azért megkeltik, de a Rome 1, Medieval 2, Medieval 1, Total War, az szerintem zenében azért hatásra volt. No, nézzük, Capua, Olaszország. Egyébként nem néz ki rosszul a grafika, azt látjátok, hát Total War kommentet tényleg a legjobb, de az első videókhoz képest szinte nem olyan jó. Az első videóknál ott azért nagyon, nagyon erős grafikai minőséget mutattak, aztán fokozatosan telegyengítették volna. Még azt hiszem ultrán nyom, de azért high-on, tehát most high-on azért jó nézzen ki. Ó, hát ez számomra nagy csata lesz. Van egy ilyen advice panel. Na jó van, akkor szeretném most bezárni. Jól el lehet közelíteni, ez ugye ebben a játékban lehet a legjobban megközelíteni, illetve van egy olyan kamera mód, azt nem is tudom, hogy ti lehet, csak mikor a hajtjuk. Ami ugye arra jó, hogy gyakorlatilag a katonák szemszögéből tudjuk nézni az eseményeket, illetve van egy olyan kameramód, amit nem tudom, hogy hogyan lehet előzni. Most nem kameramód, hanem ilyen térképre tudunk, ilyen csatatérképre tudunk átváltani, ami egyáltalán nem haszontalan. Most ide kell mennünk. Consul and his remaining forces have garrisoned the city. Venus means to stop any assault at the river, but he's vastly outnumbered. I fear he will be overwhelmed. Tribute, son. The consul and his women. Jó sokan vannak itt az ellenfelek. The Samnites prepare their attack on the hillside. The numbers are too strong for us to consider an engagement. Hát most egyelőtt nagyon ilyen általános dolgokat mondanak itt a tutoriálban, ami azért minden Total War-ban jellemző volt. Kamera használat,
Egységek, stb. Stb. Oh. The Samnite siege engines firing the city, weakening the will of the men within. If we can get to them, we can halt the bombardment. They are well guarded. Na most ilyen érdekességű pontokat kell megnézni. Tribune Silanus, the men are reporting sounds of a skirmish ahead of our position. No. Megindultak az ellenfelek. Ez egy eléggé komplikált csata, ugye most ebben a részben olyan csaták is vannak, hogy hajóról leszállva is. De volt, hogy kiírja, hanem most így már mindjárt más. Mint láthatjuk, ugye eléggé leegyszerűsített ilyen képeket az egységekről, de hát végülis érthető. Ezt el is tudjuk tüntetni. Aha. Láthatjuk 3D-be is őket. Láthatjuk az értékeiket. Ja, ez a, aha, ez a testkamera, vagy nem tudom, minek hívjuk, ez fejkamera. Nem rossz, nem rossz. Az ég sem néz ki csúnyán. Na, de visszamegyünk. Hogy tudunk visszamenni? Szeretnék valahogy visszamenni. Ah, jobb gomba. Jó van. Ó, oh, bakker! Oldalba támadtak. Na, ezt se vettem. Jó. Ez érdekes, hogy a hangi beakadni. Ez nagyon sok utávornál ilyen probléma volt. Ilyen hangbeakadás. Ez mi ez? Victory pont, aha. Igen, most vannak ilyen győztes pontok, ahol szintén nyerhetünk. Tehát, hogy eljutunk és ezt megtartjuk, akkor van esélyünk arra, hogy nyerünk. Hát ezek a segédszárnyakkal, amit itt a pajtások adtak, szerintem ez megoldható, de innen nyilaznak. Akkor inkább ezeket támadjuk. Ez mondjuk kicsit túl nagy, ezt nem tudom, hogyan lehet kikapcsolni. Valahogy ki lehet. Aha, így. No. Mégis itt is lehet látni, hogy melyik infantri mire jó igazából. Ennyi elég, a kampány térképen meg lehet látni körülbelül, hogy ki milyen erős szerintem ott a városoknál. Ez megholt. De mi a szaros? Innen is lőnek? Ezt nem értem, az előbb még nem itt voltak. Most eléggé hülye van ez a kamera, mert itt egy fa. Defeat Samnite, szóval sem mindjárt végig van. Még ezeket is hozzam ide. Ez nem tetszik ez az új kamera, ez ötletes. No, kaptunk új egységeket. Úristen, az mind ellenség. Vannak párom. Egyébként jól megy a játék és nem meleg a gép se, úgyhogy nagyon jól optimizálva. Most már, 20 perc után, mert ugye az elején állt a katasztrófa volt a játék. Most már így jobb.
The enemy siege weapons are still troublesome, but now the Samnites have left them relatively unguarded. Ja, hát igen, ezeket most le lehet csapni. Ugye szépen meg is támadjuk. De is kaptunk, úgy látszik, ilyen dobálókat. Aha. Forítjásokat. Ezek még ilyen gyengébb egységek lehetnek, mert csomó egységet lehet fejleszteni, úgymond, meg új harcetet meg lehet csinálni a városokban, és akkor sokkal erősebbek lesznek. Megyünk oda, a nagy sereggel. Szépen hátba támadjuk őket. És úgy tudom, hogy itt ebben van ez a line of sight. Az a lehet, hogy most keverem, de nem, azt mondom, úgy van, igen, hogyha valaki el van bújva az erdőben, ezt konkrétan nem látjátok, stb. Meg nagyon messze van, tehát különböző távolságú látótér van ebben az új ROM 2-ben, ami megakadályozza azt, hogy mitől 5000 km-re az adott egységünk már lássa az egységet. Igen, itt van, hogy mondják is, hogy az erdő ugye, de hát ez még az előző visszakom is volt, csak elég bugosan működött a dolog, tehát itt meg elvileg már jól működik a dolog. No. És itt le is lassultak az egységeink, ugye most lassan mennek. Na, hogy meglássák az ellenfelek őket. Ez még elvileg mindig az Empire Napoleon Total War, majd a Shogun 2-ben is használt engine, de valószínűleg itt már a határig lett optimalizálva, illetve leginkább fejlesztve. Legközelebb valószínűleg már új engine kapunk teljesen. És a Rome 1, Medieval 2, majd ugye utána most ez az új, ez a Shogun 2 Napoleon éra után, Rome 2 éra után jön egy harmadik verzió engine. Valószínűleg az is lehet egyébként, hogy Warhammer eredeti középkori fantasy világában, nem a jövőbeli változatában. És igen, ezt megvette a Total War. Látványos dolgok lesznek, az biztos. Ajaj. És jönnek a kardemberek is. Igen, ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy ugye... Na most nem tudom, mondjuk most lehet, hogy hülyeséget csináltam. Az a gond, hogy nagyon jönnek. Hát ugye az irányítása nem változott, ahogy látom. Kicsit akadoznak az emberek, amikor nagyon közel vannak egymáshoz. Na jó, megpróbáljuk azt csinálni, hogy ezekkel szétverni, amíg itt ezekkel harcolunk. Nem tudom, mennyire sikerül. Valami csak át lehet váltani. Több a fire at will. Ugye vannak olyan katonák, akik át lehet váltani, hogy hogyan tüzeljenek, stb. Hogyan menjenek, milyen gondolkodásmódjuk legyen. Végül is elég az embereket lelőni találja. De hát magában a cuccban, ezekben az ostromfegyverekben nagy kárt nem tudnak tenni ezek az ijaszok. Valaki nagyon haldoklik. Itt hogy áll a helyzet? De még közel megyek, itt is akadozik rendesen. Ez még a régi játékból is néha jellemző volt. De nem a játék akadozik igazából, hanem az emberek animációja. De miért nem tudják körbe menni? Ez elrébb irányítom. És ezeket megtámadjuk. Ó, ez jó, ezek ilyen előcsatározók is. Mindennek egy sor láncsát, utána pedig pum-pum-pum.
Itt is működik az, ami már a Medieval 2 óta van, hogy látom, a Medieval 2 Total War óta, 2006 óta, hogy azért változatosak a tetsége, tehát nem klónokat látunk, mint a Medieval 1, Shogun 1-ben és a Rome Total War első részében. Tehát mindenki ugye úgy néz ki, hanem azért máshogy néznek ki. Na hát ezt megoldottuk. De most hova rohan ez? Ja, még azt az egy embert üldözi. Igen, kicsit sokan vannak sajnos, úgyhogy... Meg kell őket támadni? Igen, kicsit sokan vannak. Többen, mint mi. Meglátjuk, mit tudunk tenni a feladat érdekében. Hát, de először ezeket kéne, nem? Még meg kéne menteni a várost is, való igaz. Basszus kulcs. Aj, basszus, inkább a izére kakadítok rá. Zászlóra. Így, basszus kulcs. Kicsit sok a lovas. Ez így nem fog menni. Lassan a lángzsások jó, de nekem nagy rész kardosaim vannak. Mondjuk van egy lángzsás is, de hát... Jaj, menekülnek az embereim, hogy mi ez? Már így körbefogtam őket, így szerintem meg tudnak dögleni. Az ellenfelek, rabszaj remélem. Úgy néz ki. Ahol basszus, onnan meg lőnek. Jászak, jó. Meg visszalőnk. Azért alattú sokan vannak. Hát így el fogja foglalni ezt a várost. Tudtátok. De egyfajtával lőjönnek, basszus. Jó, most meghalt a lovas sereg. Jó. Ezt már nem véditek ki. Azod itt vannak mögötte, még 5 millió van. Ez egy gond van. Én csak 50 trillióan vannak. Kicsit sokan vannak, basszus.
shall fall. To Apollinus! For glory! De nézzük a kampány lehetőségeket is ezen csata után. Látható a frakciók. Ugye gyakorlatilag a Rómát választjuk, akkor választhatunk a Júlia házból, a Júnia házból és a Cornelia házból. Ebből lesz, hogy a Júnia és a Júlia volt talán a July, idézve Júli, bocsánat, Júli, nem tudom, hogy kell tejteni. Tehát a Júlia biztos, hogy volt, szerintem a Júni is volt a Róma egyben, és a Cornéliáról volt, nem emlékszem. Kartágú nagylat, ugye így választhatunk család, illetve dinasztián. Hármat, a többieknél még akár négyet is, ugye itt a Successor Kingdoms, Eastern Empires. De itt már úgy van, itt még Rómán belül van, de a többi az már, meg a kartágos két ellenség ott azon belül tudunk választani, a többieknél már területen van felosztva, hogy ki el, mivel legyünk. Jó van. Először leszünk Itália Piuli házzal. Majd itt írják is, igen, itt az egységek is XP-t kapnak, fejlődhetnek, erősödhetnek, ahogy leginkább a tábornokok, vezetők, még inkább a hadvezére. Ellentétben mondjuk a Róm 1-jel. Ahol minimális, azt nem csak a hősek fejlődtek, illetve a medül kettőben is, de azok is minimálisan, itt viszont konkrétan be lehet állítani az egész ház, illetve népnek a fedési útvonalát, különböző, mint a civilizációban tudjátok, amikor kifeltaláltatok valamit, stb. Illetve amikor erősödnek a hőseink, azokat is tudjuk állítani, az egységek meg azt maguktól lépnek szintet, akkor maguktól, tehát ugye a harcok során, ha túlélték őket, akkor ugranak egy-két szintet, erősebb támadási, védekedési, egyéb kifáradásuk csökken, mit tudom én, tehát ez így szokott általában lenni, gondolom így lesz itt is. A térképen is egyébként hatalmas változások vannak, jól emlékszem, hogy a provinciák vannak, ezúttal egy provincián belül lehet akár három városok is, tehát most igazából nem városokra lesz felosztva a játék, mint a régi részekben, hanem provinciákra, azon belül viszont 3-4 várost tudunk egyszerre irányítani. Ezért talán kicsit átlátóban egyébként a játék, hogyha már nagyon sok területetek van, ellentétben mondjuk a régi részekkel, ahol mondjuk egyenként, egy város és környéke jelentett gyakorlatilag egy területet, itt most ugye egy terület mondjuk 3-4-et fog jelenteni, tehát szerintem ilyen szempontból hosszabb távon egy kicsit átláthatóbb lehet a játék, de ez most csak így az első véleményem erről. Viszont állítólag az irányítás és maga a kezelhetőség az interfész kezelőkkel lehet kicsit nehezebb átláthatatlanabb, azt mondják, bár lehet, hogy itt ebben az Emperor Editionben már ezen is javítottak. Hát reménykedjünk ebben. Egyébként a térképet mondják iszonyat laggol, és tehát ez a térkép, ez állítólag nehezebben megy, mint a csaták. Egyébként ez látszik is, most leesett ilyen 30-35 FPS-re. Ez érdekes, durva dolog. Látod a stratégiai overview, a stratégiai ilyen látókör. Gyakorlatilag ilyesmi van a csaták tekintetében, és most nem találtam meg ott a tutoriálban, lehet, hogy ezt csak utána mutatták volna meg. Ott is van egy hasonló ilyen rész, csak ott ilyen az osztagokat látjátok meg a területet fölülről. Tehát ez egy elég hasznos dolog, úgy vélem. Főleg, amikor már az embernek sok provinciája van. Itt láthatjátok Róma. Láthatjuk, hogy itt van Róma, Neapolis, Valletta és Arminium. De ezeket még nem érhetjük el. Azt nem foglaltuk el. Neapolis-t már elfoglaltuk, az ugye itt van, ott tudunk is építkezni, hogy Rómába is tudunk építkezni. Látjátok, itt kiírja, hogy mit ad. Azt hiszem régen állítok itt baloldalt, azt hiszem nem írtak itt, tehát nem volt teljesen egyértelmű. Csak ilyen apró leírás és képből, hogy mi mit fog adni. Na, lehet növelni a várost, hiszen a városok ugye ebben a részben gyakorlatilag terjeszkednek a térképen. Tehát egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Le tudjuk állítani azt is, mint a, nem is tudom, a Medieval 2 óta volt, ez 2006 óta, hogy ilyen kulturális és gazdasági városaink legyenek, vagy katonai városaink. Ez egy eléggé hasznos dolog. Láthatjuk azt is, mi mennyibe kerül.
Hát... láthatjátok itt is, hogy City Province Capital. City Kolónia, Garrison Kolónia, csinálunk ilyen City Kolóniát. Látjátok, hogy rá tudjuk érni mindjárt Neapolis-t is, amikor ezt fejlesztjük. Oliva olaj és nem tudom milyen termőterületek. Brundizium. Látjátok, hogy Brundizium és Cosentia is együtt van, tehát... rákattintok Cosentiára és már tudok kettőt csinálni, még Syracuse és Lilibaum van, a messze itt van. Jelenlékszem, igen. Tehát az egész lenne egy tartomány, ahogy itt ez az egész. Hoppá, elfogyott a zsé. Az jó. Meg itt tudunk berakni, aha. Új építési lehetőségeket a terjeszkedéssel. Igen. A hajóharc is ugye teljes újdonság a Rome 2-be. A Róma még nem volt, csak az Empire-t a távol óta van, azt hiszem, hogy 2009-10 óta ez a lehetőség. Aztán a Shogun 2-be ezt kicsit továbbfejlesztették, majd most a Rome 2-vel már talán jobb a helyzet. De ezzel tudunk is menni ide-oda. Itt vannak a kémek, hát a kémek meg egyéb ilyen emberek szerepe eléggé felértékelődött, úgy tudom, ebbe a játékba. Eléggé fontos, hogy jól használjuk őket. Kirmeljük ki a másik tartományokat, területeket, városokat. Meg is lehet vele gyilkolni ellenséget, hogy látjátok, lehet pénzt is szerezni. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Viszont nem tudom, itt nincsenek most ilyen kis rövid videók. Én Shogun 2-ben meg a korábbi részekben volt. Na, sikeres volt, és kettes szintű rank lett. Ez jó. No, de menjünk, itt van egy egységünk. Meneteljünk. Azt hiszem, hol lehet... Race Forces. Aha, itt tudunk csinálni. Aha. Itt tudunk csinálni távolokat, illetve vezetőket. Látható. Az egyébként nehezebben átlátható az interfész, az egyértelmű, mint a Róm 1-jé, szerint. Azért az kicsit jobb volt. Állítólag a Total War Attilába ezt nagy részt kijavították egyébként. Nem tudunk tovább menni. Enter. Azt mondták, hogy a lépegetések, tehát amikor kört nyomunk, iszonyat hosszúak. Kartágó, Makedónia, Egyiptom, hiszen valami 30 nép vár ránk. És ugye ez nagyon sokáig tartott régen, de úgy látom most, ez már nem gond, mert nagyon pörög. De régen az összes gépen állítólag 5 percig tartott, míg léptek az ellenfelek, és el lehetett addig menni vacsorázni, telefonálni. Hát látjátok, van pár nép. De ez nem semmi. Ja, itt hagytam, basszus, ezzel nem mentem el. Egysége. Azért is jelzett. Na, így fölül nézett, hogy jobban néz ki egy kicsit. Átláthatóbb. Támadás. Hát igen, ez igaz. Mondjuk a saját embereimmel nem harcolok. Ennyi, ennyi. Arminium. Csatája. Láthatjátok egy előzetes képet is a csatáról. Nem rossz. Ugye lassan a csatákban lehet hajóról is támadva támadni, ugye hajóval támadunk, és... Rapszony, running door, rapszony... Ez érdekes, azt mondja, hogy kevés a... grafikus memória. Lehet, hogy azért nézik ki akkor a játék. Ezen én csodálkozom, mert hát ugye nehogy már ne menjen hájon, akkor az ajánlott képigénybe 1 GB-os bármilyen Direct 11-es videókártyát írnak. Érdekes dolog ez. No. Take time to explore the back.
Ja, lehet, hogy... Aha, hát nincs csak egy pillanatra átállítom még itten a... Lehet, hogy ezt arra jelz, mondjuk leviszem, itt tudom én ezt. Akkor nem, nem így át? Nem. Még a buildingeket is levisszük médiumra. Most lehet, hogy ezt nem is nekem írta igazából. Médium... Egyik elég összesen állítható. Ez látszik. Tehát azért gyenge gépeken is el fog indulni a játék, csak kérdés, hogy milyen grafikával. Hát nem tudom, hogy ezt most nekem írták ki, csak vagy egy általános warning volt. Mert hát simán mennie kellene a játéknak. No. Ez érdekes hajónval, ez számomra nem logikus. De se baj. Hajóval védik, támadnak a város lakók, illetve pontosabban a kikötő lakói, ez érdekes. Na jó, nem jöttök? Éj, hogyan mennek ezek ilyen szélesen? Anya, át kéne alakítani valami a formációt. Action, create formation. Hát igen, kicsit nehezebb azért a... átláthatósága. Na most új formációt veszünk fel. Ez a vezetőnk ugye, erre vigyázni kell. Hát ez nem egy nagy dolog lesz. Néhány egysége van, azt ennyi, jól látom. Na, de hát trükközik, mert ugye mondtam nektek, hogy ha erdő van, vagy falak, házak takarják el a környéket, akkor nem lehet látni az ellenfelet, tehát valószínűleg sokkal többen vannak, mint az a két partra szálló. De és akkor is furcsa, hogy partra szálltak a saját városunkban. Na mindegy. Ezt tényleg furcsánom. Hopp, mint hogyha hát láttam volna valamit, nem, ez csak izé. Jó, hát akkor két fele fogunk menni. Meglátjuk, hogy a taktika ez mennyire alakul jól. Kicsit lehet felgyorsítanom az időt. Úgy is lehet felgyorsítani Advisor. Itt lehet. Nagyon elbújtak. Na itt az egy fő pont, amit el kell gondolom foglalni. Ja. Hol vannak a többiek? Ah. Gondoltam, hogy a főtéren lesznek. Mert most oda megy a főnök, de hát ez... hülyeség volt, amit csináltam. Ilyenkor ugye a hang az... Hogyan tudok vissza ezt így gyorsítani? Slow motion. Hát igen, ez valószínűsítető volt. Annyira lassú a többi egység, hogy nem érnek oda a házak miatt. Na, azért ez jól néz ki a tenger. Na hát igazából ennyit akartam most így a játékról mutatni nektek. De nekem így elsőre nekem is egy kicsit csalódás a Rome 2 Total War. Ja, is az első rész az ugye Medieval sorozathoz képest mindenki. Jó, Rome 2 is valahogy átláthatóbbnak tűnt, reményem szerint. Ott mondjuk nekem pont a japán légkör az, ami annyira nem tetszett, nem is ismerem annyira, nem szoktam annyira játszani velük. Na most mi van, most újraindítja a harcot? Tehát nekem ez nem tetszett annyira, viszont mégis összességével jobbnak vélem a Rome 2-t, hogyha az irányítást kell nézni, a grafikát, a taktikai lehetőséget, nem tudom, valahogy jobban tetszik. Mint a Rome 2. Totálról, viszont a Attila Totálról az úgy néz ki, hogy lehet, hogy érdemes lesz a kipróbálásra. Az első kritikák jókat mondanak róla. Meglátjuk még, meglátom még, hogy ha lesz egy szuper akció, akkor lehet, hogy beszéltem a Rome 2-t, de egyelőre egy kicsit csalódás ez a rész.
Ha búcsánat, tőletek remélem tetszett az eléggé részletes bemutató. Sziasztok!